Köszöntöm az Együtt magazin valamennyi nézőjét. Érdekes témák, hasznos tippek, információk, tanácsok, például az őszre nézve. Többek között ezekkel foglalkozunk a mai magazinban. Érdemes lesz most is velünk tartaniuk. Beköszöntött az igazi ősz, lehűlt a napokban a levegő, de ez fontos hatással van többek között a bőrünkre is. Mi Nagy Gabriellánál jártunk, aki kozmetikus és szépségterapeuta is egyben, hasznos tippekkel és ötletekkel szolgált, hogy hogyan is védjük ebben a hideg időszakban bőrünket. Hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy véget ért a szikrázó napsütés, ez a kellemes, nyárias őszi időjárás most már tegnaptól, és beköszöntött tulajdonképpen az ősznek a zord arca, tehát ezt is most már megtapasztalhatjuk. Viszont ez érdekes és fontos hatással lehet magára a bőrünkre is. Sokan nem is gondolnák, hogy ez a változékony időjárás, hidegebb hőmérséklet milyen érdekes dolgokat tud okozni az embernek a bőrén. Már is erről kérdezem a szakembert, Nagy Gabriellát, aki szépségterapeuta és kozmetikus. Tulajdonképpen mit tapasztalhatunk a bőrünk kapcsán ilyenkor? Üdvözlöm a kedves nézőket. Igen, valóban ilyenkor a hűvösebb idő beálltával a bőrünk is elkezd másképpen reagálni a külső hatásokra. Egyrészt nincsen annyi napfény, másrészt elkezdünk felvenni ruhákat magunkra, ugye a bőr, egyre kevesebb bőrfelület van szabadon, és ez is hatással lehet a bőrre, plusz elindul a fűtés a lakásokban, és ez is általában leginkább a bőr kiszáradását szokta eredményezni, és még érzékenyebbé válását. Normál bőröknél is, tehát ahol egyébként alapvetően nincsen bőrérzékenység, de egy érzékeny bőrnél még inkább fokozódhatnak ezek a tünetek. Milyen bőrtípusok vannak egyébként? Hát az alap bőrtípusok a normál bőr, ott kezdődik, és aztán utána ugye az idő előre haladtával tinikorban problémássá válik általában a fiatalok bőre. Ez lehet zsíros, tehát elmehet egy ilyen zsíros irányba, de lehet, hogy egy korpázó hámlás van a felszínen, viszont alatta meg vannak gyulladtpattanások, és aztán utána ugye sok minden hatás ér bennünket. Most itt nem emelném ki, külön ki a nőket és a férfiakat, vagy a fiúkat, vagy a lányokat, mert hogy a lányoknál még több változás történik hormonálisan, de a fiúknál is kamaszkorban, és aztán utána találkozunk a mély rétegi vízhiányos bőrrel, vagy zsírhiányos bőrrel, és megjelent egy új bőrtípus egyébként, amit már nem is neveznék újnak, mert azért egy 8-10 éve tapasztalom, hogy érzékeny, tehát extrán érzékeny bőrökkel találkozom a kozmetikában, és ezekhez társulhatnak más bőrproblémák is, rozácea például, és nagyon fokozott vízhiányos bőr. Az én bőrtípusomat is most ellenőrizni fogjuk. Gabi megnézi azt, hogy tulajdonképpen nekem mik is a jellemzők az én bőrtípusomra. Pár mondatban azért mutassuk be a nézőknek, hogy hát most ők mit láthatnak. Renninek egyébként egy normál bőre van, érzékeny bőre van, de nem egy kis felszíni vízhiánnyal, amit amikor bejött, akkor rögtön megkérdeztem, hogy fogyaszt elég folyadékot, mert ez is nagy probléma, hogy elfelejtenek az emberek folyadékot fogyasztani, és nagyon fontos a belső hidratálás is, tehát nem elég, hogyha csak kívülről foglalkozunk a bőrünkkel, hanem a belső tényezők is nagyon fontos szerepet játszanak. Tehát neked egy normál bőröd van, egy felszíni vízhiánnyal. Tehát ez itt is látszódik, de az arcodon is látszódik. Mit alkalmazhatunk ilyen esetben, mondjuk az én bőrömnél még egy mondatban? Hát attól függ, hogy ugye melyik részén, tehát hogy testedre nyilván testápolót javasolnék, meg akár testradírozást, amit nem szabad különben túlzásba vinni, sem a testen, sem az arcon, tehát 3 hetente bőven elég radírozni az arcbőrünket és a testünket is, és nyilván mást javasolnék az arcodra. De hát, hogyha most az őszbeáltával itt az érzékeny bőrökről beszélünk, akkor kiemelnék hatóanyagokat, amik nagyon jótékony hatással vannak egy érzékeny bőrre. A csipkebogyó nekem személyes nagy kedvencem, ezt nagyon szívesen megmutatom neked, de ez egy csipkebogyós, ez most egy habkrém,
A csipkebogyó nagyon ideális az érzékeny, kipirosodásra, gyulladásra hajlamos bőröknek egy nagy jótevője, és ez ebbe beleértendő a rozáceás bőr, az érzékeny bőr, de mondjuk még egy tini bőrnél is a csipkebogyó nagyon hatékony, vagy az utifű és a cickafark még, ami nagyon jó hatással van az érzékeny bőrökre. Gabriellának köszönjük szépen az érdekes információkat, tehát ne felejtsék el az érzékeny bőrűek, főleg a vízfogyasztás és hát a hidratálást. De a hideg időben nem csak bőrünk védelme fontos, bizony arra is figyelnünk kell, hogy karban tartsuk testünket, sportoljunk együtt a következő percekben. A Hefty Fitben olyan gyakorlatokkal ismerkedhettek meg, amit könnyedén akár az irodában is elvégezhettek. Mik lesznek ezek a gyakorlatok? Kitöréseket, illetve guggolásokat szeretnék megmutatni, mert úgy gondolom, hogy minden irodai eszköz az egyik, ugyebár a székünk, tehát hogyha van egy jó kis székünk, egy asztalunk, akkor szenzációs gyakorlatokat tudunk csinálni. Úgyhogy első körben szeretnék egy guggolást bemutatni, majd utána egy jó kis bolgárkitörést, és rámennénk egy kis asztalos feladatra, akár biceps, akár triceps gyakorlatokat is tudunk végezni. Első körben a széles guggolást szeretném bemutatni. Minden irodában megtalálható a szék, illetve egy pad, úgyhogy amire figyelünk, hogy a térdünk nem jön előre, a derekunkat és a hátunkat egyenesen tartjuk, kihúzzuk magunkat büszke mellkassal, ahogy már mondtam, és pár gyakorlatot csinálunk. Amikor először lejövünk szépen, mint hogyha tényleg egy székre hátra ülnénk, lejövünk teljesen, ebből felállunk, jó? Tehát pár gyakorlatot megcsinálunk úgy, hogy szépen lassan jövünk fel, amikor már biztosan jövünk, már stabilan állunk, akkor picit csípőt billentjük előre, ezzel is jobban dolgozunk a farizomra, jó? Tehát ez lenne az első. Ebből meg lehet csinálni pihenés, azt mondom, hogy egy 20 másodperc, de egy 12-15 darabot mindenképpen végezzünk el, jó? Egy 3-4 körben mindenképpen. Bolgárkitörést fogunk csinálni, ami annyit jelent, hogy nem sima kitörés, hanem hátul fent van majd a lábunk, vagy a padon, vagy pedig a széken, akár így, akár pedig feljövünk szépen a lábujjhegyre, amire figyelni kell, hogy nem magas sarkuba csináljuk nyilván, a térdünk nem jön előre, jó? Tehát belőjük a távolságot, szépen jövünk le, végig arra figyelünk, arra koncentrálunk, hogy egyenes testtartással jövünk, arra koncentrálunk, hogy a térdünk nem jön előre, próbáljuk minél lejjebb vinni a térdet, és csak felle jövünk. Egyik láb 12, másik láb 12, cserélünk szépen, és ebből is megcsinálunk 4 sorozatot egy 10-15 perces, vagy 10-15 másodperces pihenőkkel. Fekvenyomást fogok bemutatni, ez is nagyon-nagyon egyszerű lesz mindenkinek. Úgy gondolom, minél magasabban jövünk, annál egyszerűbb. Amire figyelnünk kell, hogy végig szűken fogjuk hozni majd a karunkat, tehát be is mutatom az elsőt. Jövünk le szépen, és ebből nyomjuk fel. Ami hiba szokott lenni, hogy kifordítjuk a könökünket, erre nagyon-nagyon koncentráljunk, hogy végig a mellkasunk mellett jön le, és így hozzuk fel. Ebből azt mondom, hogy nőknek legalább 8 darabot, férfiaknak 12, ezt is egy 10-12 másodperces pihenőkkel, és utána jövünk 4 sorozatban. Triceps gyakorlatot szeretnénk bemutatni, szintén szék, illetve asztalnál kell ezt a feladatot csinálni. Amire figyelünk mindenképpen, ahogy lejövünk, akik már edzettebbek, mindenképpen nyújtott karral csinálják, a B variációnk, ha nem vagy túl edzett, sincs semmi probléma, úgy kezded szépen, hogy felrakod a lábad, jó? De hogyha megy, akkor mondom nyújtott lábbal. Figyelünk a könyökünkre, szépen jövünk le,
szűken van a könyök, és jössz fel. Ami nagyon-nagyon fontos még, szinte súrolja teljesen hátul a lábat, tehát a hibákat mutatom, nem jövünk előre, szépen jövünk vissza, a hátunk szinte hozzáér akár a székhez, akár a padhoz, és nagyon szépen jövünk fel. Ebből is megcsinálunk legalább 12 darabot, akár nők vagyunk, akár férfiak, 12 darab menni fog simán. Ebből is 4 sorozatot szeretnék mindenkinél, mert mindenki nagyon erős, és legalább 10-20 másodperc pihenőkkel. Fújják, pengetik, dobolnak rajta, egy a lényeg, hogy a gyerekek megszeressék, megismerjék a népi hangszereket iránybetű falóniába. Közös énekléssel ért véget az Aranybulla könyvtárban tartott délelőtti foglalkozás, ahol a szivárvány óvoda növendékei különböző hangszereket ismertek meg és próbáltak ki. A dalok elsősorban a közönség korosztályához igazítva kerültek kiválasztásra. Mik azok az énekek, amik általában az óvodában ugye már ismernek? Ugye az a baj, hogy tehát egyre nehezebb, mert egyre kevesebbet énekelnek sajnos óvodában. Sokszor egyszerűbb az, hogy fogják és bekapcsolják a CD-re játszott hanghordozót, és akkor arra a mai 21. századi zenéket hallgatják, és nem igazán énekelnek, nem tanulnak gyerekdalokat. Igazi átéléssel a különösebb nevű eszközöket is megjegyezve füleltek a kicsik. Sokakon a Nyenyere, vagy a Móricz Zsigmond novellából is ismert körtemuzsika sem fogott ki. Én azért úgy látom, hogy mindegyik megragadja a fantáziájukat. Tehát nem lehet igazából különbséget tenni, hiszen mindenkinek, tehát nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is, itt az óvónéniknek is azért nagyon sok újat tudtam mutatni, és hát ugye, hogyha megnéztük itt a végét, amikor visszakérdeztem a hangszereket, hogy látszott, hogy figyeltek és érdekelte őket, hogy hát vissza tudták mondani nagyon sok hangszernek a nevét. Fából készült, megszámoljuk, amikorokat figyelj, számolunk, egy, Még a mateknak is jutott hely a műsorban, és a könyvtár által indított program sem csak a zenét ismertette meg a gyerekekkel. A tavalyi kezdet óta több témaköré szerveződve vehettek részt kulturális rendezvényeken, iskolai szakkörökön. 2018. szeptemberében indultunk, tehát az iskolai tanévhez igazodva, és már két nagy tematika lezajlott, az öko és a magyar irodalom, és most a magyar népzene tematikát visszük végig, amiben Varó János volt ugye az első, aztán lesz egy nagy népzenei koncert, és a végén pedig úgymond egy óriási táncházzal zárunk a partnerintézményeknél. Azaz az iskoláknál és óvodáknál, ahonnan a résztvevő fiatalok érkeznek. Igazándiból, amikor a projekt tervezése zajlott, akkor már fölvettünk 6 oktatási, illetve nevelési intézménnyel a kapcsolatot, velük együttműködési megállapodást kötöttünk, és tulajdonképpen velük együtt dolgozunk a 18 hónap alatt a projektben. A rendezvénysorozat állomásaira különböző helyszíneken kerül sor, akár a partneriskolákban, óvodákban is. A jelenleg zajló szériában a magyar népzene értékeit és múltját játékosan mutatják be az előadók. A legtrendibb ruhák, divat, sminkek, dekorációk, ezekkel találkozhattak azok, akik ellátogattak Székesfehérváron az esküvő kiállításra. A szél csak fúj, várlak, hagyja az érzés fúj, téged látlak mindenhol, mert van még, aki csak rád gondol.
Szebbnél szebb ruhakölteményeket vonultattak fel a Hímelház házasságkötő termében. A divatbemutatón a 2020-as kollekció letisztult, egyszerűbb darabjai mellett igazi habos-babos csipkecsodákat is megcsodálhattak az érdeklődők. Az egyik székesfehérvári ruhaszalon tulajdonosa elmondta, minden egyes esküvő más és más, ezért igyekeznek minden igénynek megfelelni. Nálunk az esküvői ruhától a vőlegény öltönyön keresztül hozzá mindenféle kiegészítővel, esküvői cipők, ékszerek, menyecskeruhák és koszorúslányruhák is találhatók. A szombati napon sokan megfordultak a bálteremben, hogy ötleteket merítsenek a nagy napra. Az esküvő kiállítás már sokadik alkalommal nyújtott segítséget a jegyeseknek. Egyelőre egy nagyon szimpatikus, hogy mindenki nagyon segítőkész, meg egyből mondják, hogy mit hol találunk, meg mit hogyan tudunk, szóval mindenképpen ajánlom ezt a ilyen esküvő kiállításokon való részvételt. Azért jöttünk el ma, mert jövőre lesz az esküvőnk, a lakodalmunk, és szeretnénk még egy-két ötletet meríteni. A helyszín az már megvan, meg hogy hol lenne, mármint melyik városban, de még az apró részletek, tehát a meghívók, a sütemény, illetve ezek a kártyák, meg tehát annyira én nem vagyok túl kreatív például, és nekem ez nagy segítség, hogy itt még ilyennel találkoztatok. László párja sok inspirációt szerzett a nap folyamán a tökéletes ruhát illetően, így határozott elképzeléssel térhetett haza. Az ávonalú ruhák, fehér ávonalú, csipke felül, de meglátjuk, hogy mi az, ami jól áll. A mennyasszonyi ruha mellett az esküvői csokor és a virágdekorációk is meghatározó szerepet töltenek be. A legnépszerűbbnek a sokszínű növénykompozíciók számítanak. Még mindig hódít a romantika, és így készültünk a standunkkal, hogy megmutatunk egy romantikusabbat és egy modernebb dekorációt, amit arrébb láthattok mögöttem. És hát ez a Grinneri stílus, ugye ilyen geometrikus formákkal, mint a karika és a váza. Ehhez egy ilyen lazább, kócosabb mennyasszonyi csokor sok zölddel, tehát nem az a, mint régen, hogy nagyon sok virág volt benne, hanem egy kicsit olyan fellazult ez a stílus, ez a geometrikus és modern, és még mindig hódít ugye a sok virágos rózsaszín, púder, barack színű, ilyen kis habos esküvő. Szintén fontos kérdés az esküvői torta, valamint az apróbb édességek kiválasztása. A hagyományos gyümölcsös ízek mellett ma már különleges kérésekkel is fordulhatnak a házasulandók a cukrászatokhoz, hiszen számos süti variáció közül válogathatnak. Nagyon sok mennyasszonyunk jött, most már a jövő évi esküvőket szervezik. Általában az egyszerűbb, letisztúbb formájú mennyasszonyi tortákat keresik, de volt kérdés cupcake-re, aztán jöttek olyan megkeresések is, hogy gluténmentes vagy tejmentes tortát, tojásmenteset, hogy valami ilyesmiket tudunk-e vállalni. A gyümölcsizek azok változatlanul nagyon népszerűek, meg a könnyű, habos torták is. És a torták mellett mik azok, meg a cupcake-en kívül, amik ilyenkor kellendőek egy esküvő alkalmával? Én még mindig hiszek abban, hogy egy hagyományos esküvőn legyen sok süti, legyen pogácsa, a férfi vendégeknek legyenek sósak, a gyerekeknek legyenek édességek. A mennyasszonyi torta ugye az a vacsorának a fő megkoronázása, tehát én azt mindig azt mondom, hogy azon ne spóroljunk, minden máshol lehet, de azért az legyen mutatós, látványos, szép, legyen mindenkinek elegendő, tehát ne legyen az, hogy a 100 fős vendégseregnek 50 szeletes tortát rendelünk, hanem azért mindenkinek jusson legalább egy szelet belőle. Mindezek mellett a legfrissebb sminktrendekről, illetve az asztali díszekről, meghívókról is informálódhattak az érdeklődők. Összegyűlt a 700 millió forint Levente gyógykezelésére is. Az izomsorvadásban szenvedő enyingi kisfiú is esélyt kaphat a gyógyulásra. Egy hónap kereken. Az első 10 nap az nagyon nehézkes volt. Így idézték fel Levente szülei az elmúlt hetek nehézségeit, megpróbáltatásait. Aztán néhány perccel később már egy kicsit megnyugodva, a gyerekszobában játszik együtt a család, meghitt hangulatban a délutáni alvás előtt.
Mielőtt azonban Levente álomra hajtaná a fejét, szüleivel arról beszélgettünk, számítottak-e arra, hogy ilyen rövid időn belül esélyt kaphatnak egy új életre. Csütörtökre, vagyis a vártnál korábban ugyanis összegyűlt a 700 millió forint Levi gyógykezelésére. A szülők köszönetet mondtak a rendkívüli összefogásért. Szeretnék mindenkinek megköszönni, aki támogatott minket. Hihetetlen, még nem fogtuk fel, hogy sikerült másodikként összegyűjteni ezt a 700 millió forintot. Levente a 22 hónapos SMA 2 betegségben szenvedő kisfiú történetét szinte már az egész ország ismeri. A magyarok egy hónappal ezelőtt egy emberként álltak a nemes cél mellé, célul kitűzve a kisfiú gyógyulását. Most, hogy a pénz rövid időn belül összegyűlt, új fejezet kezdődik a család életében. Hétfőtől szigorú karantén, külön költözünk, és mindent megteszünk, hogy a kezelés jól sikerüljön. Ahogy korábban zente, ezúttal hamarosan a kicsi Levente is megkaphatja az Zolgensma nevű gyógyszert még a második születésnapja előtt. Ez számára is elhozhatja a gyógyulást, vagyis a példaértékű társadalmi összefogás eredményeként Levi is esélyt kaphat egy új életre. A héten tehát megkezdődik a felkészülés a hosszú, ám de reményt adó időszakra. A szülők a legismertebb közösségi portálon számolnak be a fejleményekről és Levente lépteiről. A Jancsárkerti piacon szerveztek jótékonysági sütivásárt Orosz Gináért. A fiatal lány megsegítésére több mint 660 ezer forint gyűlt össze. Régről tudjuk, hol legnagyobb a baj, legközelebb a segítség. Zente és Levente sorsa is megérintette az országot, összefogásra sarkalta a jó szándékú embereket. A misszió a Jancsárkertben folytatódott, ahol jótékonysági süteményvásárt rendeztek Orosz Gina a fiatal székesfehérvári táncoslány megsegítésére, akit egy súlyos baleset tolószékbe kényszerített. Mikor a piacot létrehoztuk, egyúttal gondolkodtunk abban, hogy közösségi teret is hozzunk létre, hiszen hagyományosan, hogyha a piac történetében vagy néprajzi tartalmában gondolkodunk, akkor a piacok mindig is jelentettek valami közösségi élményt, emberek találkozását, újra kapcsolatok felvételét, egymásnak jót tenni, egymásnak kedvező, pozitív cselekedetet nyújtani. És hát egyesületünk nevében is a piac és közösségi tér szerepel, tehát mi ezt tiszta szívből valljuk. És a hagyományos piacot, ahogy most már több mint 350 alkalommal szerveztük, ezt tapasztaljuk, hogy leülnek az emberek az asztalok mellé, családok régóta nem találkoztak, de most akkor újra a gyerekek összejönnek, felnőttek összejönnek, egymással szót váltunk, beszélgetések hangzanak el, és különösen, hogyha még ilyen rendezvényeket, eseményeket tudunk találni, akkor még inkább ezt a célunkat, ezt a közösségi célt ezt felerősíti. Gina életét gyökeresen megváltoztatta a baleset. A nagy reményű tehetség olyan világba cseppent, ahol nagyon erősnek kell maradnia ahhoz, hogy teljes életet élhessen. És bár az édesség nem a kedvence, de mosolya reményt sugall. Nem nagyon szeretem, mert nem eszek semmilyen édességet igazából a baleset óta egyáltalán, de nagyon örülök, hogy ennyien segítenek és így jönnek. Amikor itt körülnézel, meg értesülsz arról, hogy egyre többen fognak összeérted, mi a gondolatod elsősorban? Hát nagyon-nagyon megható nekem ez az egész, hogy ennyien segítenek tényleg nekem is, hogy lábra tudjak állni, vagy hogy élhetőbb helyen lássak, és nagyon-nagyon örülök ennek. Gina édesanyja számára is meglepetést jelentett a jancsárkertiek felhívása, de a családnak komoly megerősítést ad, hogy ilyen sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez. Nagyon-nagyon meglepődtünk, hogy a Ginát választották, viszont rettenetesen örülünk, hogy ennyi jó szándékú ember van, főleg Fehérváron, de mondhatnám, hogy egész Magyarország nagyon-nagyon kitesz mostanában magáért. Nekünk minden pici segítség nagyon-nagyon sokat számít, úgyhogy nagyon köszönjük az embereknek. Orsosné Kovács Zita és baráti társasága már Levente segítségére is összefogott, és most, hogy az enyégi kisfiú számára összegyűlt a pénz, mi sem volt számukra természetesebb, mint hogy folytatják missziójukat, és fantasztikus édességgel kápráztassák el az édesszájú fehérváriakat. Mi is nagyon-nagyon örültünk, amikor megláttuk, hogy Leventének összejött a pénz. Kaptuk az információkat, nagyon-nagyon sok SMS-s kisgyerek, különböző, tehát rengeteg gyereknek fel lehetett volna ezt a mai napot ajánlani, de úgy voltunk vele, hogy fehérvári anyukák vagyunk, legyen fehérvári.
és megmondom őszintén, engem személy szerint keresett meg Ginának az édesanyja. Nyilvánvaló telefonszámcsere, felhívtam őt telefonon, nagy vonalakban elmondta, hogy miről is szól az ő életük, és gyorsan kellett dönteni, hogy ezt a mai napot valakinek, valakiért csináljuk, tehát hogy nevesítsük a dolgokat, és akkor úgy döntöttük, hogy akkor legyen Gina, tehát Fehérvári és Fehérváriért. Juhász László önkormányzati képviselőként és a Válasz Egyesület elnökeként fogott össze Gina ügyében társaival. Csodálatos dolog, hiszen Zente és a Levi esete az úgy látszik nagyon mélyen felébresztette a magyarokba ezt az összefogást, hogy segítsünk két kisgyermeknek, és mivel nekik sikerült, mi már hetekkel ezelőtt a Gina esetében, egy fehérvári lány esetében elkezdtünk mozgolódni, és ígértünk nekik segítséget, és mi még Levinek szerveztük a saját sütivásárunkat pár nappal ezelőtt, annak a folytatását viszont már Ginának ajánlottuk föl, Levi édesapjával is egyeztetve, amikor megjöttek a jó hírek, hogy Levi megvan. Kovács Szilvia, Fehérvár Média Centrum szerkesztő műsorvezetője Kerékbe zárt álom címmel készített egy megrendító dokumentumfilmet a tehetséges táncos történetéről, és nem hagyta magára Ginát és családját a bemutató után sem. Nagyon fontosnak tartom, hogy összeálljunk és összefogjunk az ilyen helyzetekben. Engem megtalált egy olyan lehetőség, amikor meghallottam a hírét annak, hogy Ginával mi történt, hogy készíthessek róla egy filmet, egy dokumentumfilmet, amire rögtön ugye igent mondtunk így a csapattal, és hát egy ilyen 25 perc körüli filmet sikerült készíteni, ami szerintem bemutatja az ő helyzetüket elég keményen. A vásár teljes sikert hozott, a szervezők tájékoztatása szerint 663 ezer forint gyűlt össze a vásáron, ami nagy segítség Ginának és családjának. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin hétfőn, itt a Fehérvár Televízióban. Tartsanak velünk legközelebb is, én köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!